Városszerte találkozhatnak az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok is útépítési és felújítási munkálatokkal. Ezeknek a nagy része a nyíregyházi önkormányzat saját vagy valamilyen pályázatból finanszírozott beruházása. A városlakók egyik régi vágya volt, hogy Borbánya és Kisteleki szőlő is becsatlakozzon a kerékpárút hálózatba. A Szent István utca és a Kert utca kereszteződésénél is felmarták a zebrát, ezt kerékpáros átvezetővé építik át. Így 8 kilométer teljesen új, összefüggő kerékpárúttal bővül a város. Jelenleg 73%-os a műszaki készültségi fok. 2018. októberében kezdődtek a munkálatok, és 2019. augusztus elejére be is fejeződik, tereprendezéssel, növényesítéssel együtt. 2 darab vasúti átvezetés létesül a Debreceni úti felüljáró alatt, illetve a Kálói-úti vasúti átkelőnél. Ezen kívül 8 darab szigetet kerékpáros gyalogos átvezetést alakítanak ki. Ezek lesznek az Ady Endre utcánál, a Lujza utcánál, a Tünde utcánál, a Szijjártó utcánál, a Kökény utcánál, Pittypang utcánál, Kamila utcánál és a Csárda utcánál. A Blaha Lujza sétány felújítási munkálatai is jó ütemben haladnak. A forgalom 30 km/h sebességkorlátozás mellett haladhat. Július 11-én és 12-én csütörtökön és pénteken a Sóstói út irányában aszfaltozási munkákat végeznek, ezért csütörtök reggel 9 órától péntek délután 13 óráig csak gyalogosan lehet itt közlekedni, autóval behajtani erre a szakaszra tilos.